Jó, na oké, akkor itt beszéltünk már a tudás forrásáról, a hiteles jogról, ezekről a dolgokról. Akkor most elkezdjük azt, hogy oké, akkor a fő irodalom, ami alapján fogunk tanulni, ez a Bhagavad Gita. És akkor a Bhagavad Gita-nek van öt fő témája. Valaki emlékszik arra, hogy mi volt az öt fő téma? Ki vagyok én? Kicsoda Isten? Mi ez az anyagi világ? Ez az idő és a karmának a törvénye. Jó, remélem, hogy ma végzünk akkor a lélek filozófiáról, ez egy elég nagy téma. És igazából lehet azt mondani, hogy ez minden lelki filozófiának, vallásnak, spiritualizmusnak, jogának az alapja. Azokban az írásokban, vagy tanításokban, amiről erre nincsen válasz, az semmire nem való. Az nem valódi spiritualizmus vagy filozófia. Vagy spekulatív dolog, hogy most megkérdezed XY filozófust, kávéházi filozófusokból Dunán lehet rekeszteni, akik abból élnek, hogy mondjam, nagyon mondtam egy szótán, hogy gyártják a könyveket, és akkor ugye az emberek meg olvassák a mindenféle spekulatív gondolatokat, de mivel hogy szépen már fogalmazva, meg olyan szépen mosolyog az ember is, akkor biztos ez jó vagy hiteles dolog, de nem. Tehát, hogyha lélekről szóló filozófiáról nincs egy hiteles válasz, ez az alapja mindennek. És ezzel kezdődik a Bhagavad Gita is. A második fejezetnél a tanítás egyből azzal kezdődik el, hogy tesz egy kijelentést. Ugye ez 5000 évvel ezelőtt lett elmondva. Ugye a Vyásza Dévi jegyezte le, de ez egy párbeszéd volt, ami a kurukshetrai csatamezőn történt, és Arjuna és Krishna között történt ez a beszélgetés. Arjuna egy nagy kshatriya herceg volt, aki mind a mellett jogi is volt. És akkor volt egy szituáció, ami miatt igazából zavarba jött kötelességét illetően. Most ebben a helyzetben is mit kellene csináljon. És elfogadta a gurujának, tanítójának, Krishnát, aki igazából a védikus szentírások szerint ő Isten jön, mint egy emberi formában. A Bhagavad Gita maga mondja, hogy Isten rengeteg formában jön korszakról korszakra. Mondják, hogy az Úr Buddha is Istennek volt egy inkarnációja, az Úr Rámacsandra, vannak más formák, amikben korszakról korszakról jön, majd mondták, az el fogom mondani, hogy miért. De az egyik ok az, hogy mindig megalapozza a lelki életnek az alapelveit. Tehát vagy maga jön, vagy küldi az ő küldöteit. Mohamed proféta, vagy stb. És akkor ugye ő akkor elmondta, azért hívják Bhagavad Gita-nak, mert hogy Isten éneke. És akkor ott egy 45 perc alatt ő elmondta ezt a Lelki Tudás Dióhéjban című könyvet, amit amúgy egy életen keresztül lehet olvasni, mert én 25 éve olvasom, de még mindig jön ki belőle új dolog. De ott egyből azzal kezdi a második fejezet, 11. versen, hogy a socsán, olvasócs aztán, pragyán, vádám, sabási szép, katászlunk, nem a socsán. Ez azt jelenti, ez a vers, hogy művel beszéded mellett mégis olyasmit gyászolsz, ami miatt nem kellene bánkódj. Tehát magyarul leostobázta. Azzal kezdődik a Bhagavad Gita, hogy mindenki, aki igazából nem tudja, hogy kicsoda ő valójában, igazából milyen a kategóriában tartozik. Ugye amikor a jóga programot tartottam, és akkor kérdeztem, ment egy körkérdés, oké, akkor ki vagyok, kik vagytok ti? Ki vagy te? És akkor értek mindenféle válaszok. Hát ez vagyok, az vagyok, mert egyre kevésbé mennek emberek válaszolni erre a kérdésre, mert nagyon kevés a jó válasz. És aztán igazából a következő versben egyből mondja azt, hogy igazából te és én örökkévalóan létezünk. Soha meg nem szülő, örökkévaló lelkek vagyunk. És utána a 13-as versben mondja tovább, hogy hogyan vándorol ez a lélek, ugye ezen a testen keresztül, az öreg, a fiatalságon, a felnőtt koron, az öregségen keresztül,
a testen keresztül vándorol, és aztán halál után egy újabb testet vált. De akinek van valódi tudása, az dirasztatlan a munkát. Az díra, az békés, az a bölcs ember, akit nem zavar meg ez a változás. Ugye a békés harcos útját ki látta? Ugye, amikor Szokrátesz mondja, hogy van az a sztori, hogy ott megtámadják őket, és mondja, hogy nem félsz a haláltól, és mondja, hogy kicsit radikálisan változás, mint a pubertás, de nem kell belőle nagy dolgot csinálni. Szóval ez egy bölcs ember, Gita azt mondja, ez egy bölcs embernek a látásmódja. Én mind a mellett, ugye abban is az a Szokrátesz, amikor mondta, hogy legyél vegetáris, mert fogod az energiáidat növelni, hogy sokkal nem teljesítményekről leszel képes. Rengeteg, de előbb tudnék szóikat mesélni, ilyen Shaolin szerzetesek, mondjuk miket csinálnak. Ez főleg a nemi energiának a kontrollája, a tiszta elvésből jön az, hogy őrült memória, olyan képességek ennek, amikről álmodni se lehet. Ez harcművészet terén. De most ebben nem megyek bele. Szívesen elkezdődik beszélni erről a témáról, de most más témánál vagyunk. Van idő. Kibontolgatjuk még ezt a témát. És tehát hogy a lélek az, tehát egyből elkezdi ezt a témát boncolgatni, hogy mi nem az az anyagi test vagyunk. Amire amúgy megkérdezik valakit, hogy te ki vagy, mi a válasz általában. Mondom a nevemet, férfi vagyok, nő vagyok, magyar vagyok, villanyszerelő vagyok, futballsztár vagyok, ilyen vagyok, olyan kommunista vagyok, én egy művész vagyok, liberalista vagyok, ilyen, olyan vagyok, oké. Ez mind a testednek a megjelölése. Ki vagy te? És nincs válasz. És itt vagyunk, 20, 30, 40, 50 évesen akár, és nem tudjuk a választ. Mi van? Ugye? És akkor itt kezdődik a lelki tudás. Hogy akkor oké, de hogyha én nem tudom, hogy ki vagyok, az azt jelenti, hogy nem tudom, mi a forrásom, nem tudom, mi az életem célja, nem tudom, mi fontos ebben a világon. Azt tudom, hogy mi fontos a testemnek. Hogy legyen rajta ruha, hogy legyen házam, hogy legyen pénz, hogy legyen... Oké, de ez mind a testnek a... Akkor mi a... Tudod, és akkor ezzel visszavonatkozik, mi a teljes élet. Hogyha te a ruhádat csodálatosan kezeled, mindig tisztítod, takarítod, stb. De saját magadat meg nem eteted, akkor az egy teljes élet. Ha foglalkozunk a testtel, de nem foglalkozunk a lélekkel, az egy teljes élet? Vagy csak vakargatjuk a halott anyagot. Ez az anyagi test, ez egy halott anyagi test. Föld, tűz, víz, levegő, éter, elemek kombinációjából áll. Amint a lélek elhagyja ezt a testet, a tudat, a te, az elemek visszamennek a természetbe. Szóval van egy különbség, az egész joga filozófia alapja, hogy te nem ez az anyagi test vagy. És onnastól kezdve az egész koncepció az életedben megváltozik. Mert nem a halott dologra koncentrálódik, hanem a valóságra, hogy ki vagy te. És ezért a joga tudománya az önmegismerés, az önvaló tudománya. Nem az anyagi test tudománya, hanem az, hogy ki vagy te valójában. Valaki azt mondja, hogy nem hiszek a lélekvándorlásban. De a lélek az folyamatosan vándorol ezen a testen belül is. 7 évenként, tudósok mondják, 7 évenként minden sejtünk kicserélődik. Teljesen új testbe vagy. Mégis te ugyanannak érzed magad, nem? Tehát senki nem megy el 7 éve, de az okmányirodában vagy szeretnék egy igazonosságot. Kicserélődtek a sejtjeim, és akkor így most már szeretnék azt mondani, hogy hú, akkor egy nagyon házas pszichológushoz menjen, ne okmányirodába. Szóval, hogy igen, szóval hogy ez van, hogy itt van egy állandóan változó, meg egy állandó dolog. És ezt nem magyaráz, és nincsen semmiről információ a tévében, az iskolában, sehol. Akkor ki az az én? Amikor fölemeled a kezedet, és azt mondod, hogy ez az én kezem, ez az én lábam, ez az én fejem, ki az az én? Ki az az én, aki ebbe a testbe lakozik, és nem nekem van lelkem, hanem a lelkemnek van teste. És ez a halott test olyan, mint egy autó. És akkor magyarázza tovább a Gítában, hogy igen, és vagy ez úgy hordja a lélek a testet, mint ahogy egy kabátot hordunk. És akkor elhasználod, leveszed, fölveszel egy újat.
És akkor elkezdi magyarázni ezt a tudást, hogy igazából minden problémája az élőlénynek abból származik, hogy azonosítja magát a halott anyagi testével. Ugye? És a lélek természete pedig alapvetően a védák szerint szat, csit, állandó. Szat az azt jelenti, hogy örökkévaló, csit az azt jelenti, hogy teljes tudással rendelkezik, és állandó azt jelenti, hogy örökkévalóan gyönyörteljes és boldog. Hát ez most melyik igaz ránk ebbe a szituációba? Egy elég ül van ezen a téren, ugye? Mi az, amit tapasztalunk? Mi a test? Aszat, megsemmisül, meghal. Acsi, tökéletes tudatlanságban születik, úgy kell mindent megtanulnunk. És nirvána, nagyon-nagyon kevés boldogságot tapasztalsz. Alapvetően a test az szenvedést okoz. Sokkal több szenvedést okoz a test, mint amennyi élvezetet. Nem? Mi azt gondoljuk, hogy ez a test a forrása a boldogságnak. De annyira limitált, amit ebből ki lehet passzírozni, nem? Ugye? Csináltak egy ilyen kutatást, hogy az ember nap 24 órájában mennyit boldog, mennyit unatkozik és mennyit szenved. És nagyon sanyagú eredmény jött ki, hogy nagyon kicsi százalékban érez valami fajta boldogságot. Nagy részt inkább szenved. Annyi szenvedést okoz nekünk a test. Hideg. Meleg van, kinyitjuk, hideg van, lecsapjuk, így ülök, úgy fekszek, már leszakad a hátam, a fejem, éhes vagyok, vécére kell mennem, pislognom kell, fáradt is vagyok. Szóval, és akkor még fiatalok vagyunk, még komolyabb probléma nincs az életünk. Amikor elindul az öregség, és akkor kezd az ember tönkre menni a test, nem érzem, hogy ízeket nem hallom, a hangokat nem látok semmit. Már ennyi dolgról már feledkezünk is el, hogy már milyen örömforrások már ezer éve nincsenek az életünkben. Szóval amikor a testből akarjuk kinyerni a boldogságot, akkor az nem limitált. És hogy van egy örökkévaló vágyunk arra, hogy mindig örökkévalóan boldogok akarunk lenni. És ugye a joga tudománya pont erre tanít meg, hogy vágy. De a boldogságot rossz forrásból akarod megszerezni. Mert hogyha az anyagi testből akarod megszerezni, az egy limitált dolog lesz. Viszont a léleknek az eredeti természete meg örökkévalóan boldog. Ezért van az, hogy minden vallásban mondják azt, hogy a belülről találnak meg a boldogságot. És ez a boldogság az meg az Istennel való kapcsolatunk. Mert a lélek, ez a dzsíva, azt mondják a szentírások, hogy a lélek, aki mi vagyunk, a hajszál keresztmetszetének tízezred része, egy lelki atom, ami a szívben helyezkedik el, dzsíva. És azt mondják a sásztrák, hogy az élőlény az tatasztasakti, egyfajta határenergia, Istennek az energiái vagyunk, ami olyanok vagyunk, minőségileg olyanok vagyunk, mint Isten, de mennyiségileg nem. Tehát mondjuk egy óriási erdő tűz meg a belőle kipattanó szikra. Szóval minőségileg olyanok vagyunk, és mi istenek vagyunk, és a forrásunkkal kapcsolatba tartva mi tudunk boldogok lenni. Mert a forrásból jön. Ugye amikor Prabhupád használta azt a példát, hogy amikor a kéz, az kapcsolatban van a testtel, és a kéz igazából szolgálja a testet. Szolgálom a gyomrot, akkor lesz energia, és a kéz boldog. De amikor a kéz úgy gondolja, hogy hát én saját magamnak megtartom az ételt, akkor ugye... Szóval, hogy amikor a lélek kapcsolatban Istennel az eredeti helyzetében, akkor ő örökkévalóan boldog. És ugye minden szentírás miről beszél? Ó, voltunk egyszer a paradicsomban, aztán olyanok akartunk lenni, mint Isten, leestünk ebbe a világba, és akkor így dolgozni kell, és sok szenvedés, és minden vallás célja az, hogy visszamenjünk Istenhez. Ugye minden vallás erről beszél. A védikus szentírások is. Hogy az anyagi világ olyan, mint egy ilyen javító intézet, ahol a lélek a szabad akarata miatt leesik ide ebbe az anyagi energiába, és ameddig meg nem változik a szemlélete, addig nem juthat vissza az eredeti helyzetében, ahol örökkévalóan boldog. És a jóga kapcsolat az azt jelenti, hogy mi újra kapcsolódunk, valamilyen folyamaton újra kapcsolódunk a forrásunkhoz. És akkor, amikor kapcsolódsz a forrásodhoz, akkor megint
megint lesz a boldogság, az örökkévalóság és a tudás. Szóval a jogának a célja az, hogy az ember kikerüljön ebből a reinkarnációból, az életről életre, itt szenvedsz az anyagi világban, és nem vagy azonosítod magad hamis szerepekkel, hamis világokban, amihez igazából semmi közünk, mert ebben a világban minden változik, és minden elmúlik, és semmi nem valós. Minden valós, létezik, csak mivel mindig változik, ezért nem tudod azt mondani valamire, hogy ez az, mert a következő pillanatban már nem az. És ugye az élőlény, ameddig azonosítja magát ezzel, és ameddig akar olyan lenni, mint Isten, addig itt kell lennie. És nem tud abban a nagy harmonikus egységben lenni a lelki világban, ahonnan jött. Szóval az élet célja az az, hogy ebből az anyagi világban sem ne szülessünk meg újra. Különböző következő életben, hanem mert visszamenni a lelki világba, az eredeti lelki formánkba, és ott élni a mi eredeti lelki helyzetünkben. Ez a célja a jogának. Ezért mondtam azt, hogy ki jogázik, ki nem jogázik. Szóval akinek a célja és a tudása az ezzel egyirányú, és akkor ez minden, ez szolgál az ászlanagyakorlások álmáján, meg minden, hogy az ember önmegvalósítást elérve visszamenjen a lelki világba, az joga. Az, hogy hogyan mondjam, egy cellulitis az nem. Ezen van meg, hogy a cellulitis ez jó. Na. Szóval, hogy igen, ez joga, és akkor ennek a tudománya, a különböző jogarendszerek, majd át fogunk menni, hogy milyen jogarendszerek vannak, de minden a lélek filozófiájáról szól. És minden vallás is egy joga, mert ugyan erről beszél Jézus Krisztus, az, hogy nem van világban gyűjtögetni, lelki világ, lélek vagy, Isten szolgálja vagy, ami nem egy, ugye az anyagi világban szolgálat lenne egy pejoratív dolog, de a lelki világban meg ugye szolgálat lenni azzal, akit szeretünk, az egy nagyon dicsőséges dolog, mindenki szeret szolgálja lenni annak, akit szeret, nem? Milyen jó, hogy mondani, hogy sütögetsz ott van, mert a Laci, azt csináltad egész nap, vizé húztad, aztán te ugyanúgy mész, csináld a dolgokat, viszél van menni, mert szeretünk szolgálat lenni azokhoz, akiket szeretünk. Szóval szolgálnak lenni egy nagyon jó dolog. És mivel határ energiák vagyunk Istennel kapcsolatban, nekünk van ez az örök kapcsolat. Majd Istennel, amikor beszélünk Istennel, akkor lesz, hogy milyen energiái vannak. Van a belső energia, a határ energia, van az anyagi energia, ez az egész kozmikus megnyilvánulás. Minden ő belőle áll. És mi is a részei vagyunk a nagy egységnek. Csak mi, mivel határ energiák vagyunk, van egyfajta szabad akaratunk. És el tudjuk választani magunkat a forrásunk. És akkor leesünk ebbe az anyagi világba, különböző létformákba, különböző világokba, és végül próbálnak nélküle függetlenül boldogot lenni. De olyan, hogy a halat kiveszed a vízből, adhatsz neki bármit. Kóla, chips, fotel, stb. Nem, neki víz kell, neki kell az eredete, az eredeti élőhely, ott tud boldog lenni. És itt az anyagi világban vándorolnak az élőlények, próbálnak minden kielégíteni az érzékeiket, az elméket, hajtanak különböző célokat, ami mind ideiglenes, mind elnyeli az idő. Mindig csak meghalunk, minden eltűnik, és az élőlény pedig nem ébred fel, és nem indul el az úton vissza, hazafelé, addig igazából nem az, hogy nem teljes életet él, de nem él. Szóval ők van halott testek. Tudata van, de nem, nincs valóság, mert a lélek inaktív. Szóval amikor ide eljövünk egy ilyen helyre, és elkezdünk hallani ezekkel a dolgokkal, akkor a lélek aktiválódik. Millió és millió életeken keresztül vándorunk ebben az anyagi világban. És akkor van egy pont, amikor az élőlény befrusztrálódik, és akkor azt mondjuk, hogy nem, itt valami nem stimmel ebben a világban. A Matrix civil filmet ezek a lengyel fiúk a Bhagavad Gita alapján készítették. Egyszerűen a Bhagavad Gita filozófiája van a Matrixban. Van egy illúziórikus világ, amihez a benne élők megrögzötten ragaszkodnak. De amikor te fölébredsz, és ugye beveszed ezt a bizonyos kapszulát, akkor meglátod, hogy a valóság az más. Teljesen más vagy az, mint akinek abban a szerepben gondoltad magad. És van egy út ahhoz, hogy megvalósítsd önmagadat. Bhagavad Gita. Ugye milyen érdekes, hogy így visszacsatolod, nézed a filmet, és hát tényleg, amiket most hallod, az mind a dolgot. Igen. Szóval, hogy van itt, megszületünk különböző szerepekben, és akkor azonosítjuk magunkat a jelmezzel. Ó, egy nő vagyok, egy férfi vagyok, szép vagyok, csúnya vagyok, gazdag vagyok, szegény vagyok,
És akkor játszod a szerepedet, aztán jön a halál, csapó kettő, megint egy új szerep, megint a másik helyen van, megint nézi, és ó, rendkívül fontos dolgaim vannak. És akkor, de még hol? A te életed ki számára, még saját magad számára sem annyira lényeges, ha az örök jogosságot nézed. Most ebben a 20-30, akár 40-50-60 évben most itt valami hú, valami nagy dolgokat csináltunk, akkor már 5 millió ilyen volt. Nincs jelentősége. Most az életem van, most akkor itt valami nagy dolgot kell csinálni. Senkit nem érdekel a világ egyetlen részét, hogy te életed. Tudod, hogy egy hangja ott a sarokba, a, hogy éppen most jön neki a nagy fő élet a célja, meg most, hogy mondjam, nincs. Szóval az életnek a valódi cél, persze ezekkel a dolgokkal kell foglalkozni, de ennél vannak sokkal fontosabb dolgok. Szóval a Vedanta Sutra is azzal kezdődik, hogy Adhato Brahma Jigyasa. Hogy végül elérted ezt az emberi létformát, és most az emberi élet célja az, hogy az ember az önmegvalósítástól halljon. Mert az emberi lét, van a Védák szerint van 8.400.000 létforma ebben az anyagi világban. Növények, állatok. Minden olyan élő organizmus, ami születik, felnő, marad egy darabig, utódokat hoz létre, megöregszik és meghal, meg a vírusok, baktérium, ugyanolyan minőségű lélek van benne, mint te benned. Ugyanolyan. Ezért van az, hogy minden élőlényt kell tisztelni, állatok, növények, és ha már ez a világ úgy épült, hogy egymás élete árán tartjuk fönn egy magunkat, akkor már inkább egy alacsonyabb tudatszinten lévő élőlényt pusztítsunk el a létünk fenntartását, mert az kevesebb karma. Ugye annál több bűnös karmát hordoz valami, amit megölünk és megeszünk, mint amilyen fejlett a tudatállapota. Érted? Mert ugye a tudat, hogy milyen fejlett valakinek a tudatállapota, annak függvényében érez fájdalmat. Szóval egy fát elkezdesz kivágni, az nem fog sikítozni, az nem is nagyon érzik. Ugye, de egy állat, aki nagyon fejlett tudat, mondjuk egy malac, azt mondják, hogy egy 4 éves gyerek tudatnál a szintjén van. Ez olyan érdekes, ez érez, fájdalom. Ugye, amikor műtenek, mit csinálnak? Altatás, ledegradálják a tudatodat, a tudatlanság kötőjéből, akkor nem érzed a fájdalmat. Ezért van az, hogy ugye kevesebb karma, minél alacsonyabb létformát, növényeken tartod fel magad, stb. Leveszel egy almát a fával, az nem sikít. Vagy nem halljuk annyira, de a lényeg az, hogy annál kevesebb karma fönt, az is karma, az azt mondja, hogy fogjuk később benni, hogy tudjuk karmamentesíteni az életünket, ez a karma jóga rendszerének a tudománya, ugye ez majd későbbi téma, ma már nem lesz fejlődik. De a lényeg az, hogy minél alacsonyabb szinten van az élőlény, annál kevesebb a karma, és az emberi létforma az pedig egy olyan speciális intelligenciával rendelkezik, amivel képes vagy kiszabadulni ebből a reinkarnációból. Tehát az emberi élet az önmegvalósításra való. Nem arra, hogy gazdag legyél, nem arra, hogy egyébként jámulatozzál, mert arra más létformák vannak. Arra kutyák, macskák, állatok. Az emberi létforma nem érzik kielégítésre való. Ez egy nagyon kifinomult test. Hogyha érzik kielégítést akarsz, enni, inni, aludni, arra más létformák valók. Egy medve nagyon gyönyörűen tud aludni, egy disznó nagyon gyönyörűen tud enni, minden finom neki, horror mennyiséget tud enni. Ha akarsz korlátlan nem életet élni, akkor ott van egy galamb, egy majom, egy nyúl, egy nap 25-30-szor képes, egy ember nem. Szóval, hogy az ember létforma nem erre való. Ezért mondta Prabhupada, hogy a nyugati civilizáció, ez egy polírozott állati civilizáció. Mert csak erre helyezik a hangsúlyt, és a lélekkel nem foglalkoznak. Viszont az emberi létformának a célja, mert van egy olyan intelligenciánk, hogy mi meg tudjuk érteni a lelki dolgokat, akkor ez a jóga a lelki élet gyakorlásáról. Persze fontos, hogy ezek a mindennapi dolgok kell egyébként aludjál, de hogy mi a hangsúly, mi az irány az emberi életében, annak meg kell változni az emberi létformában. Szóval van egy olyan játék, szoktam használni ezt a példát, hogy van egy gyerekkorok kijátszott olyan labirintus, és görgetted a golyót, és így ki lehetett úgy irányítani. Szóval az emberi létforma olyan, mint egy ilyen kis kapu a szamszárában.
Szamszára című filmet valaki látta, jó film ment, és akkor nagyon jó film, nézzétek meg, híres film. Ja, amikor így nem hányom senkit a rákogat. Igen, Szamszára, ez egy jó, spirituális, hogy jogi, ahol elmegy, meditálni, meg minden, tehát ilyen érdekes filmecske. És akkor, tehát hogy erről a születés és halál körforgásáról valahogy kikerülünk, mert ez itt az az élővény, itt folyamatosan szenvedünk igazából. Lehet, hogy egy kicsit jobb karmánk van, és nem élünk olyan zaklatott helyen, mondjuk, mint Aleppo, vagy ahol cunami volt tegnap, vagy ahol földrengés volt tegnap előtt, vagy ahol háború volt, vagy ahol robbantás volt, vagy ahol, ugye? Alájnak szerencsések vagyunk, de ennek ellenére még mindig szenvedésekkel teli az élet. Hideg van, fáj a lábom. A jók a szentírások azt mondják, hogy a világban van háromfajta klésa, Patanjali azt mondja, háromfajta szenvedés, ami minden élőlényt ütve el. Háromfajta klésa, az egyik az, ami az más élőlények által okozott szenvedések. Vannak, amik a természeti katasztrófák, félistenek által okozta, Adhi Daivika klésa, és van az Adhyatmika klésa, a saját elménk által okozta szenvedések. Ugye mennyi ilyen, ez a legjobb, van a legtöbb. Akkor mindenféle bajod van. Akkor nézd, csak mások emberek jönnek, figyelj, nem örülsz, van két kezed, két lábad, egészséges vagy, de te neked minden, neked a világ össze van omolva. Ugye? A saját elménk kreál problémákat. Szóval ezeket állandóan a kötőerőkön keresztül mi folyamatosan szenvedésekben van részünk, és igazából nem vagyunk boldogok. És ugye amikor próbálod megszerezni az anyagi szférában a boldogságodat, eredménytelen. Mindegy, mit szereztél meg. Ismerek nagyon-nagyon komoly milliárdosokat. Olyan milliárdosokat, a Hollywoodi sztár, olyan úgy ismerem, hogy egyik jogázunk a házába, és zöldséglevet csavar nekem, ameddig jogázunk. Tehát ilyen baráti viszonyban vagyok olyan személyekkel, akiknek mondjuk a munkatársa, vagy a beosztottja volt a Madonnától kezdve a Schwarzenegger, a Rocky, meg mindenki. Szóval ilyen hollywoodi sztárok, milliárdos, saját magára repülőgép, minden. Jó arc, meg minden, teljesen össze van esve. Egy lelki sérült, nincs egy normális barátja, mindegy mennyi pénze van, akkor se vagyok boldog. És aztán megnézed a nagy világsztárokat, ugye az isteni pár, Jolie és Pete, mit csinálnak válnak? Mindenki erre álmodik, gazdag legyek, szép legyek, híres legyek, mindenük megvan. Halált húzták mind a kettőre elválnak, focskondiázzák egymást. És akkor most mi a konklúzió? Minden mennyi pénzt szerzel, minden mennyi hírnevet, minden mennyi gazdagságot, minden mennyi befolyást, még mindig alkoholista vagy, még mindig drogos vagy, és még mindig öngyilkos lettél. És közben vannak ellentétek. Kik voltak boldogok? Azt hiszi Szent Ferenc ment a hóba, egy szárumába épít a templomot, örök gyönyörben, Istenre gondolva, meditálva. Jézus Krisztus minden esztetikába, Diogenész, meg Diogenésznek valaki a történetét ül a hordóba. Hát tudom, hány ezer szemesetem már ezt a történetet. Szerintem van nagyon jó. Diogenész ugye Nagy Sándor korának legnagyobb filozófusa volt. Ez egy hordóba lakott. És akkor Nagy Sándor személyesen ment el hozzá. És akkor kérdezte tőle, hogy figyelj, azt hallottam, te vagy itt a legnagyobb király. És hogy gyere már a palatában, legyél a tanácsadóm. És akkor mondta, figyelj, bármit tudom neked teljesíteni, mit kérsz? Na, kicsit álljál már, hogy eltakarod a napot. Tudod, amikor oda jön hozzám Bill Gates, és azt mondja, hogy figyelj, gyere el hozzám a palotámba, azt akkor legyél ott mellettem, néha hagyjál egy-két jó tanács, ezt mindent megadok neked. És azt mondja, hogy figyelj, ma hagyjál meg. Elszívod előttem a kisnek. És akkor ott áll az ember, és azt mondja, hogy félvilág az enyém. Nekem még mindig hiányzik valami, ő meg itt a semmibe totál elégedett. És így mindezek a nagy jógik, szentek, mind valahol valami más szférában találták meg azt az örökkévaló gyönyört, aminek folytán abszolút elhagytak minden más világi örömforrást. Mondja a Krisztián Gitában, hogy Rászabal John Rasszópiaszám, Parant István Imartati. A jogi az úgy emelkedik föl a transzcendentális szintre, úgy hagyja el ezeket az összes ragaszkodást, hogy felsőbbrendű ízt tapasztal.
mert kapcsolódik, mert jóga, mert kapcsolódik az örömforrás. Ez ugye Istennek az egyik neve, Ráma. Ráma azt jelenti, hogy minden gyönyör forrása. Ugye Ráma margarin, milyen tök jó, nem? Ez kitalálva, hogy Ráma margarin. Ramanti szó igazából azt jelenti, hogy gyönyör. Romantika, ez ebből a szóból állt. Ez egy szanszkrit szónak a romantika, az azt jelenti, hogy ugye szerelem, boldogság. Szanszkrit szó Ramana, Ramanti, az azt jelenti, hogy boldogság, és az Istennek a neve. Ilyen csodálatos dolog, nem? Ilyen összefüggések van, ugye nyelven is még letükröződik minden. Ugye van man, szó angolul azt jelenti, hogy ember, férfi. Human, ez azt jelenti, hogy mana, szó szanszkritul, szintén azt jelenti, hogy ember. Sőt, azt is jelenti, hogy elme. Human, ez azt jelenti, hogy egy olyan ember, akinek van felsőbbrendű tudata. Szóval, hogy egy felső, az ember, az az ember, akinek van felsőbbrendű tudata. Ha nincs felsőbbrendű tudata, az nem ember. Ez egy másfajta megfogalmazás. Vagy mondják, hogy ugye a nyelvben, hogy lelki világ, mennyország, angol úgy van, hogy paradise. És ugye szanszkritul az, hogy föld, vagy hogy land. Mi ez, hogy hát föld van, föld. Ugye az desh, Bangladesh, Bangladesh, dish, disha, para, disha, paradise. Para az azt jelenti, hogy felsőbbrendű vagy a fölötti. Tehát az a lakhely, ami e fölött a föld fölött van, paradise. Ez szanszkrit szó. Sok ilyen van. Ez csak ilyen kis betekintő abba, hogy ez a tudomány ilyen tökéletesen átfog igazából minden más tudományt. Ugye, asztrológia tudomány, ez egy csodálatos védikus tudomány. Ugye, hóra, horoszkóp. Hóra szanszkritul azt jelenti, hogy idő. Scope. Nézni valamit. Hóra sásztra, az asztrológiai szentírások, a védák, a hóra sásztra. És hóra, ugye, magyarul mit jelent az, hogy óra, idő. Ugye, hóra az időnek a nézése, vagy a vizsgálata. Horoszkóp. Érdekes. Szóval minden, ami szervezhető a védikus kultúrára, a szanszkrit nyelven, rengeteg ilyen dologban, órákon keresztül mondhatnám, különböző ilyen nyelvi. Különböző kultúrákbeli visszaigazolásokat, hogy ez mindig az. Miért beszéltem? A lélek, ugye a lelki világ. Igen, szóval, hogy a boldogság forrás, egy más szférából él. És ugye a léleknek, ugye az, hogy el van vágva az eredeti helyzetétől, igazából ez okozza a problémát. Szóval próbálhatunk mi ugye a kabátot. Szépen mosni mindig, meg karban tartani, de hogyha nem azt magadnak enni, tudod, akkor az tök jó, hogy vizsgálni a kabát, az minden rendben van, de az embernek, aki a ruhában van, ott nem adtál enni. Ez olyan, mint amikor a próbálod a testet elégedetté tenni minden úton, módon, de a léleknek nem adsz táplálékot. És akkor az van, hogy igen, valahogy élek, de igazából meg vagyok halva. Inaktív vagyok, halva vagyok. És minden élőlény vágyakozik őrült módon. Szóval mindenki mit értél el az anyagi szinten? Elégedetlenek. Még bármilyen milliárd, ki a boldog ember? Segítsetek, ki a boldog ember? Egy boldog ember, egy tökéletesen boldog embernek van bokkancs listája? Ho-ho, ugye? Az a boldog ember, aki azt mondja, hogy és akkor ugye ezek a jógik szentek, akik elhagyják ezt az egész anyagi világot, hogy olyan szinten megszabadulnak a kötőerők hatása alól. Ugye hány olyan jógi, meg mindenki szentek vannak, akik halljuk róla, hogy nem evett, nem ivott a hidegbe, semmi ruha nélkül élt. Srila Prabhupada, aki a Bhagavad Gita-nak a hátulján, aki fordított a Bhagavad Gita-t, ő 70 évesen ment el Amerikába, 7 dollárra, meg egy láda könyvvel. És 10 év alatt megalapozott egy egész lelki szervezetet a világ minden részén,
és 108 kötetnyi könyvet fordított le éjszakánként, úgyhogy 2-3 órákat aludt. Ő már éjfélkor fölkelt és fordított hajnal 4-ig, és közben 10 000 tanítványt avatott a világon mindenhol, és rengeteg nehézséget vállalva, ezt senki emberért nem tud csinálni. Ezek olyan jogik, akik fölött állnak a kötőerők működésének. Vannak rengeteg történet a védikus szentírásnak különböző jogikról, akik több éven keresztül minden nap ivott csak egy pohár tejsavot, és akkor 2 órákat aludtak, tanítottak, olvastak, meditáltak, mantráztak. Nem ebben a világban éltek. Mert fölemeltettek ezeket a kötőerőket, amik minket meg lekötnek, gúzsba kötnek itt ebben a világban. Mi azt hiszük, hogy szabadok vagyunk. De nem vagyunk. Ki az, aki szabadnak érzi? Én szabad vagyok, ha azt csinálom, amit akarok. Aha, jó. Akkor most nem menjél WC-re 3 napig. Azt akartam sem, hogy ezeket kellene megint WC-re, és nem volt szabad, mert külön fel. Akkor most ne pislogjál 5 óráig. Ne vegyél levegőt. Vagy hétfőn nem menj dolgozni. Hát, ezt nem lehet meg. Ugye? Szóval az anyagért, és akkor földobom a hátat, akkor akarok repülni, de nem tudok. Ugye a saját karmának, amit megérdemelsz, azt megkapod. Annál többet szeretnék milliómos lenni, szeretnék a Tahitin koktélozni, és de nekem mennem kell gályáznom a Tesco-ból, és akkor tudod. Szóval ez egy illúzió. Nem vagyunk szabadok, meg kötnek bennünket a kötőerők, a karmának, hogy mit kaphatok meg, amennyi boldogság, mindegy, mennyire kaparsz, nem leszel boldogabb, mint amennyit megérdemelsz. De ebben másik még megfigyel majd karra, hogy hogy jönnek ezek a dolgok, ez a világ hogy működik. De a lényeg az, hogy az élőlény egy elégedetlen helyzetében van. Hát eredeti természetéhez képest. És honnan tudjuk bebizonyítani azt, hogy ez, amit beszélek, ez igaz, hogy a lélek az, hogy mi tényleg ezek az örökkévaló teljes tudással, a boldogságra teli élőlények vagyunk, mert amúgy meg nem tapasztalom egyáltalán, hogy akkor ez miért van így? Mi a bizonyíték? Ki akar meghalni? Kinek idegen? Vagy kinek? Szerintem aktuális dolog ez a halál érzése. Hogy megszűnünk. Senkinek. Senki nem tud viszonyulni a halálhoz. Ugye? Rémisztő dolog. Látsz valakit, illetve látsz egy testet meghalni, és nem, a lélek elment valahova, eltávozott. De nem tudod elhinni azt, hogy valaki az élőben, ez meg az vége. És magadat sem tud elkezdeni, amikor jön a halál, vagy csak a halálnak a szellemek csak. Beemész az orvoshoz, figyelj, rossz dolgot találtunk. És hirtelen minden lényegtelennek tűnik az életedben. Több ilyen rákos is beteg volt már a családban. És anyukám is átment több ilyen rákos műtéten is. És mind a mellett, hogy ő mellettem nagyon sok spirituális dolgot szedett magára, de annak ellenére, amikor ott mondják azt, hogy oké, tumor van. Meg kell műteni, meglátjuk, nem biztos, hogy már az ágyból is felébredt, de ha igen, akkor is. Aztán végül a műtét sikerült, de most megint van. Szóval, hogy Dori, amikor hirtelen azt érzed meg, hogy az édesapám volt egy jó példa. Na, az apám, ugye 15 éves korodban, amikor a gyereked azt mondja, hogy én szeretnék elmenni Indiába szerzetesnek. Akkor fiamta meg, hogy bolondulva. És akkor el voltam tiltva a jogától, meg minden, de titokban kellett 18 éves koromig nekem ilyen jogától gyakorolnom, meg meditálnom, meg minden. Egyébként azt tudták, hogy legalább azt nem voltam hajlandó megetni, húst megetni. Meg igazából soha életemben nem ittam alkoholt, talán dolgoztam, ezek a dolgok, tehát nekem ez mind kimaradt. És akkor az apám, ő meg mindig, az anyám jobban mellettem állt ezekben a lelki dolgokban, de az apám az mindig ugye jó nagy materialista, sikeres, gazdag, üzletember volt, sportolok, mindenhonnan, 60 évesen még maratonokat futott. És akkor amikor egyszer jött ez az első diagnózis, ugye ilyen epilepsziás rohamokat kapott az utcán. És akkor szóval az idő, és elment a dokihoz, oké, hajtumor, diód, nagysági pont, mozgásközpontot nyom, ezért voltak neki néha ilyen. És akkor teljesen összeolvott. És akkor
És akkor leült, és emlékszem egyszer, amikor már előre haladott a vállapotában volt az egész, megműtötték, ó, nem fiam, hagyjál, természetgyógyászat, és hagyjál egy hülyeséget, ha majd az orvosok tudják, kell volna, kivágják, ezért két hónap múlva visszajöttük le, akkor el, és akkor már lehetett segíteni. És akkor leült, és azt mondja, hogy fiam, egész életemben keresztül, mint apád, nekem kell tanítani téged. És igazából én csináltam hülyeséget. Én elvesztegettem az életemet, rohangáltam hülyeséget után, és te csináltad jól. És akkor most üljünk be, akkor mondjad, hogy mi van. Akkor hogy lesz ez. Szóval amikor láttam azt a józanságot, amikor a halálszellem megcsap, fú, menni kell. Oké, de hova? Mi lesz? Mondja, halál, csak mások halnak meg, tudod, napi nap hal. Ez meghalt, az meghalt, az meg a családodban ez meghal, az meghal. Jaj, de mi a fiatalok vagyunk majd olyan soká. De hogyha halnak meghalsz, már öreg ember vagy. És nem foglalkozni a halál kérdésével, az a legnagyobb ostobaság ebben a világban. Ugyanolyan, mint amikor azt mondod, hogy holnap kell utaznod. Egy intelligens ember mit fog kérdezni azonnal? Hogyha oda mellek, holnap, Laci, holnap kell mennie utazol. Hova? Mit kell vigyek, mi lesz ott, stb. Nem? Abszolút alap dolog. És akkor utána oké, egy nap mindenki egyetlen dolog biztos ebben az életben. Az, hogyha megszülettél, meg kell halni. Van-e is, azt hiszem, Bhagavad Gita-ban van az a vers, hogy az élő számára biztos a halál, a halál számára biztos a megszületés. Igen, ez a Gita vers. Szóval ez az a dolog, ami egyetlen biztos dolog ebben a világban. Akkor miért nem készülünk rá? Hogy mi lesz azután? Miért nem szerzünk tudást azután? Hogy mi lesz akkor? Ki vagyok én? Hova megyek? Mi a célom? Milyen visszahatásokat kapok a következő életemben? Hogy valami a mai, mostani cselekedetei befolyásolják a jövőmet. Mert befolyásolják, mert látod nap mint nap, hogy ahogyan éled ezen a héten az életedet, az a következő hetedet befolyásolni fogja. Ugyanúgy, ahogy éled ezt az életedet, az a következő életedet befolyásolni fogja. Amikor néha ilyen ezoterikusok beszélgetnek, hogy nyomd a Facebookon, hogy milyen lesz a következő életed, meg hogy mi az, amit szeretnél. Ó, és én szeretnék pillangó lenni a pipacsmezőn, és szabadon száll. Ez nem így megy, hogy majd te majd az leszel, amit akarsz lenni, hanem az lesz, amit kaphatsz. Ugye, hogyha te dolgozol szépen egész életedben, gyűjtöd a pénzedet, akkor utána megérdemelheted, hogy elmehetsz nyaralni, ahit ide. De ha egész életedben loptad a napot, akkor még enni se lesz pénzed. Ez nem így van, hogy majd én élek, ahogy élek, és akkor majd visszahatásképpen kapok egy csodás jövőt. Nem? Ez ebben a világban sem így működik. Valaki akar egy orvos professzor lenni, az gyerekkorában elmegy egy iskolára, egyetemet tanul, lemondásokat végez, és komolyan készül rá, miután megkapja azt az eredményt. Senki nem lett egy PhD professzor úgy, hogy ő bunizott egész életében, és soha nem is járt iskolába. Mert az egész a világ úgy működik, hogy minden lemondáson keresztül érünk el. Minden egy jó eredmény, még rosszabb is. Szóval ezért nagyon fontos, ugye nagyon sok ilyen önismereti kurzus tréninget tartottam, sikertréningek, stb. Ilyen dolgokat is. Még üzletembereknek is volt ilyen beszélget, amikor arról oké, akkor hogyan tudod ezt a karmádat, hogy egy jobb jövő legyen. Szóval, hogy emberek teljesen nem tudatosan élik az életüket. Élem, hogy és akkor puffan, ahogy jól esik, ahogy így, de nem tudod, hogy ez nem meg fogja határozni a jövődet. És akkor csodálkozunk, ugye éljük az életünket, és jön a sok szörnyűség jön a világban, annyi sok szörnyűség van. Igen, mert nézd meg, hogy hogyan él a világ. Hogy az emberek hogyan élnek, és van egy globális visszahatás erre, hogy nem élünk harmóniában a természettel, hogy nem élünk harmóniában másokkal, hogy hogyan viselkedünk másokkal, és akkor annak megfelelően kapjuk az agressziót vissza, ahogy tönkretettük a környezetet, már a Föld nem működik semmi, már nincsen egy normális emberi kapcsolatok. Miért? Mert mi sem éljük azt az életet, aminek eredményeképpen ezt megérdemelnénk. Mert ugye amit csinálsz, azt kapod vissza. Szóval ez a világ törvénye. És ugye a jóga és az önmegvalósítási testtudomány az azt jelenti, hogy mi elkezdünk először tudatosan élni, tudást szerezni arról, hogy ez a világ hogy működik, ki vagyok én, merre tartok.
És akkor hirtelen, amikor összeáll a kép, és elkezdesz e szerint cselekedni, akkor észre fogod venni, hogy minden összeáll a kép a világokban. Hogy élsz, jó eredmények jönnek, jó eredmények, akár ebben az anyagi világban jönnek a lelki eredmények, kiegyensúlyozott vagy, rendben vannak a kapcsolataid. Szóval hirtelen minden helyreállal elkezded a dolgokat úgy működtetni, ahogy kell. Ez nagyon jó, ez egy csodálatos dolog igazából a jogának a tudománya, mert helyre rakja a fejedbe az összes kavalkádot, ami a dolgokkal kapcsolatban van. És akkor mindenre lesz magyarázat, hogy az életemben dolgok miért történnek, vagy miért nem történnek, miért nem kapom meg ezeket a dolgokat, vagy miért születtem ebbe, miért történik ez velem. Minden világos lesz, hogyha ezt a dolgot átlátok. Szóval a lélek filozófiája az alapból, ja igen, és vissza akartam még térni arra, hogy honnan tudjuk, hogy ez a dolog, ez tényleg így van, hogy a lélek örökké való. Mert félünk a haláltól. Nem? Hogyha most mondom nektek, hogy ki szeretne enni egy kis csikút? Azonosítod magad a változó anyagi testeiddel.
Egy jogi, egy... Ő nem lát különbséget, ő neki nincs ellenség, nincs barát, nincs mindenki egyenlő mindenki. Szóval ez a joga filozófia alapja, hogy mi lelkek vagyunk. És addig, amely minden spirituális filozófiának ez az alapja. Minden vallásnak ez kellene lenni az alapgondolatnak. Ami az is alapvetően az lenne, csak hát ők valakik ennek van-e megértés róla, valakinek nincs. És aztán utána honnan tudjuk azt, hogy teljes tudásunk van? Ja, nem mondtam végig, mi a csikó. A csikó ez egy nagyon finom indiai gyümölcs. De ugye ameddig nem ettél, nem fut össze a nyála szárba, hogyha mondom, csikó. Mi az?